Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége, Sebestyénné Farkas Ilona, akit mindenki Mona néniként, Mona tanárnéniként ismer, aki zenepedagógus, és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolának az alapítója, és ami ugye nem budapesti, hanem egy csabai intézet, és de hát amiért most leginkább behívtuk, Zugló díszpolgára is. Látom, hogy eltetszett hozni a mindenféle érmeket, kitüntetéseket, amiket ugye azért büszkén mutogathatunk. Most éppen én mutogatom. És mint Zugló díszpolgára, aki, ezt csak most tudtam meg, mert együtt érkeztünk ide, nem élt itt, de hát gyakorlatilag az élete javarésze ide köti. Egyrészt a Hunyadi János általános iskola, másrészt pedig most, mint aktív kórusvezető is visszajár. Hány évtized ez? Hát 60, akárhogy nézem, mert ugye 58 és 2018, az egy szép kerek. Igen. Ez... időtartam, úgyhogy valóban ez már egy darab történelem, ahogy szoktam mondani. És a kórusról is, ahogy hallom, a mostani kórus gyakorlatilag az egykori tanítványokból alakult. Igen, meg. Hogy? Ez egy nagyon jó nevű és jó minőségű zenei általános iskola volt, ahova Kodály is kijárt, gyakorta és hozott vendégeket. Én is úgy kerültem oda, hogy a Zeneakadémián Kodály tanítvány voltam. Eredetileg névzeneszakos, úgy kerültem be 53-ba, és aztán 55-ben Kodály nyugdíjba ment végleg, mert hát többször akkor két éven át. Két éven át főtanszakos tanítványa voltam. Én még ilyen emberrel voltam. Nem találkoztam, aki Kodálynak a tanítványa. Tessék nekünk esetleg kihozhattam volna az indexemet is, mert az abban nagyon értékes aláírások vannak, olyanok, hogy manapság már ez mindegyik egy zenetörténet, itten tényleg felsorolni is sok, hogy ki mindenki van benne. Már alkusznak is a gyerekeim, hogy kiörökölje, mert ez egy komoly dokumentum. Igen, hát egy nagyon szép időszak volt. Én a Békés-Tarhosi énekiskolából kerültem oda fel, ahol hát bizonyítottuk az énekes alapon való hát hallásfejlesztést és kultúrához való lehető legnagyobb megközelítést. Kodály oda többször is lejött, érdekes módon az elején nem javasolta. Úgyhogy Keresztúri Dezső volt akkor a kultuszminiszter, és ő hozzá terjesztette be Kerényi György az alapítási kérvényét Gulyás Györgynek, aki szintén falumberi Köröstölcsei, tehát mi Békés megyeiek vagyunk, és őnek az volt az elképzelés, hogy összegyűjteni a megyéből egyelőre akkor még a tehetséges, zeneileg tehetséges gyerekeket az ottani kántortanítók javaslatai alapján, és ezekből olyan embereket képezni, zenei szakembereket, akik visszamennek majd a szülőföldjükre, és ott szolgálják tovább a zeneügyét. Na most tulajdonképpen ezt tartalmazta az a tervezet, amit Kerényi György átadott Keresztúri Dezsőnek, aki viszont Kodályt meghívta feleségestül egy délutáni tejára. És ezt egy egész délutánon át fejtegették, és Kodálya maga szűkszavú és rendkívül erőteljes módján ellenezte. Azt mondta, hogy hol lesz azoknak a falun, hol lesz nagyon azoknak. Nagyon peszcentrikus volt, vagy miért? Nem, csak nem látta a biztosítékát, és tulajdonképpen valahol igaza van, hiszen ez egy elhagyott, második világháború után elhagyott Wenckheim kastély volt, ahol mi az életet elkezdtük a puszta közepén, ahol az elején szalmazsákot tömtünk, és petróleumlampával világítottunk, és artézi kutról hordtuk a vizet, és lavorba mosakodtunk. Tehát megvolt az alapja de ennek olyan, az aggodalomnak. Hát nyilván, valahogy, mert azt mondta, hogy például egy fuvola művésznek 4-5 év kell, hogy a keze kifejlődjön, de úgy, hogy közben nem kapál, kaszál, stb. Mezőgazdasági munkát tehát végez. Akkor csodát végeztek azért, hogy létrejött igen. Az iskola. És pont sikerül? Itt az érdekes, hogy miután akkor ő ezt nem javasolta, Keresztúri viszont azt mondja, hogy tudod mit, ez a zenei képzésen túlmutat, akarod, nem, én aláírom. És aláírta, akkor és ez így egy konfliktus volt. Igen, amit aztán később Kodály belátott nagyon tényleg azt látom, hogy korrekt módon, mert miután elkezdtük az életet, a munkát, 47
februárjában volt az évnyitó. Tehát egy fél év, igen, úgy kellett elsumákolni, a hivatalos közlegek felé, hogy nem szeptemberbe kezdtünk, hanem februárban. És hát akkor mi olyan hamar bizonyítottunk, hogy elkezdtek a hírek menni Kodály irányába is, és egyre kíváncsibb lett rá, mert ugye elhozták például hozzánk állami delegáció kíséretében Novikovot, aki hát az akkori zenei életnek a tótum faktuma orosz volt, és miután ő nagyon meg volt elégedve az iskolával, akkor hát ez az iskolának adott egy lehetőséget arra, hogy kapjunk több támogatást. Mindig így volt a világon. És akkor addig, amíg valaki föl nem figyel, persze, gyerekkel kezdték. Persze, és volt, akkor, igen, akkor utána már Kodály lejött. Ez viszont 50 június elején volt, amikor ő személyesen ellátogatott. És tehát akkor 3 év alatt egy nagy iskola lett belőle. Hogyne, és főleg a kórus mindenféle, igen, versenyeken arattunk, és néptánc csoportunk volt, hát én is néptáncos is voltam, úgyhogy magunk hímeztük a néptáncos ruháinkat, meg plisszíroztuk a szoknyát hozzá, meg szóval azért abban benne volt a kezünk. Megnéztem, még Facebook profilja is van, igen, a Mona néninek, ami nagyon meglepett, akkor még ezt is nagyon aktívan követi, és talán most a legutolsó képek egyike pont egy ilyen Kodály kép lehetett. Igen. Milyen volt a tanítványának lenni? Milyen emlékek, élmények? Hát nagyon nagy dolog. Meg? Nagyon nagy dolog, mert ő egy, ahogy már mondtam, egy szűkszavú, és két szóval nem mondott többet, mint ami szükséges volt, és ezt el is várta. És szigorú másoktól volt. Is szigorú volt, és ő miután Békéstarhoson meggyőződött róla, hogy ott nagyszerű munka folyik, és beírta az iskola énekönyvébe, Tarhos nagy jövő előtt áll, akkor 50-be, hát figyelemmel kísért tovább is bennünket, és akkor volt 53 tavaszán, elkezdődött ott egyébként éppen a Novikov meg a Kodály látogatás hatására egy építkezés, amiben a két kezünkkel részt vettünk, mert ott a nagy park közepén egy zenepavillont építettünk fel, amihez jó messze rakták le az építkezési anyagot, úgyhogy azt nekünk ilyen kis keskenymágányú csilléken kellett az építkezésre odatolni, miközben senkinek nem jutott eszébe jelenteni másnap, hogy nem készültem, mert téglát voltam, na azt kellett volna ez csak. Úgyhogy az 53-ban ez elkészült, és közben ez érdekes egybeesés, 53 áprilisában volt egy ilyen zeneművészeti szakközépiskoláknak a budapesti látogatása, az érettségiző évfolyamból delegálhatott minden ilyen szakközépis, Szeged, Debrecen, stb. Pécs egy csapatot, és akkor a Zeneakadémián látogathattunk egy héten át órákat. Ott is éltünk, ott egy hotelbe, keleti környékén, abban a Hungaro Hotelben, ott laktunk, és jártunk le az akadémiára. Na most ott volt az első úgynevezett szolfés verseny a Zeneakadémián, ahol az akkori akadémistáknak a Bartók kötetből a Senki ma világon című kórusművet kellett szolmizálva megfejteni. Hát mi akkor már szinte az egész Bartók kötetet kívülről tudtuk, Kodály nem volt, tehát a hallásunkra jobban rá voltunk szorulva, aminek aztán, mint népzenegyűjtő, nagyon nagy hasznát vettem, mert ott nem lehetett megkérni a paraszt nénét, vagy paraszt bácsit, hogy ugyan énekelje el már még egyszer, vagy még kétszer, hogy le tudjam jegyezni. Népzenegyűjtő is. Hát hogy ne, természetesen, hát a szakkal együtt járt. Na elég az hozzá, hogy mi meg már majd kibújtunk a bőrünkből, hogy majd mi megmutatjuk, nevezzen be bennünket Gulyás György. Szólt is a szünetbe Kodálynak, de azt mondta, hogy ennek volt egy írásbeli előzetese, és abban nem vettünk részt, akkor ez most nem lenne igazságos. Úgyhogy mit maradt azért neki a fülébe, és mikor jött 53 május, azért mondom, hogy érdekes egybeesés, mert ez volt ugye áprilisban, és május 1-én avattuk ezt a közreműködésünkkel is készült csodálatos zenepavillont, máig megvan, és ha közelebb lenne Pesthez, már lenyúltam volna valamelyik hanglemezkészítő vállalat, az biztos. Elég az hozzá, hogy ő volt az avató atya, Kodály, és abban a beszédében korrekt módon helyre tette, hogy igaza volt Gulyás Györgynek, amikor javaslatom ellenére mégis megcsinált az iskolát. És
két nappal korábban lejött, és azt a diktannót, tehát azt az írásbelit, amit ugye akkor már nem volt módunkba pótolni, azt nekünk külön lediktálta, és ketten voltunk, akik teljesen hibátlanul leírtuk a zeneakadémiai szintű diktannót, egy olyan barokkos, nagyon szép, később felfedeztem az egyik két szólamú gyakorlatba, és ő maga írta rá 10 pontot, és akkor úgy búcsúzott, hogy akkor ősszel találkozunk a Zeneakadémián. Tehát egy formális felvétel után a Tarhosiaknak nyitott kapuja volt annak idején a Zeneakadémián az időtájt. Úgyhogy így kerültem oda, és akkor ugye, hát persze, ott az elején a Zenetörténész Társasággal együtt voltunk szolfésból is nála. Hát azok szenvedtek kutyáról, mert nem tudtak szolmizálni. Én meg hát villogtam, mert nekünk Tarhoson ez így jött minden csípőből. Pedig nem lehetett könnyű az a gyerekkor, ahogy így... Hát ne, a gyerekkor nem volt könnyű, de olyan gyönyörű volt, és ezeket a nehézségeket az akkori tanárikar is vállalta, és a legszebb hát visszaemlékezéseket lehet olvasni arról a korszakról, a volt tanárok részéről is, hát egy részem már meghalt sajnos. És egyébként szülői indítatás volt önnél? Igazából nem volt. Édesapám, édesanyám nagyon jó hallású néptanítók voltak, apám szépen hegedült, anyám zongorázott, hát úgyhogy azért családi házban nem hiányzott, igen. Csak apám hadifogságban volt éppen akkor, amikor ez az iskola indult, úgyhogy ő is később került oda, sőt, 47-ben már nyáron volt ott egy tanfolyam tanítók részére, ahova Kerényi György, Ádám Jenő, stb. Többen lejöttek, és ott kaptak impulzusokat ezek a falusi tanítók is egy későbbi akkreditált tanfolyamra, ahova ugye megjelentek. De Zuglóra visszatérve azért Mona néni az itteni zuglói zenei életnek az alfája és az omegája, vagy totumfaktum, nem is tudom, hogy fogalmazzak, ugye? Azért a Hunyadi János Váltási Iskolában évtizedeken át, ugye, itt hát a igen. Zuglói zenei életet irányította. Igen, Szabó Helgával hozzáteszem, aki ő alapította 56-ban a zenei általánost a Hunyadiba, és Kodály ő mellé küldött hát erősítésnek, ugye, mert ahogy az iskola nőtt fel, Helga már nem győzte volna egyedül, és mi nagyon szépen összedolgoztunk. 16 évig együtt dolgoztunk, utána ő átment a Mókus utcai általános iskolába, de azt gondolom, hogy... De hát ugye ebben az, legalább számomra ez egy nagyon szép üzenet értékű történet, hogy ugye a kórustagok, a mostani kórustagok ugye az iskola növendékeiből alakult. A volt növendékeiből, így van, és ha az ember ott végignézi a tablókat, a Hunyadiba, akkor ezeket mind lehet is látni, mert hála Istennek olyan csodálatos utódomban, a Igaliné Büttner Hédi személyében, hogy minden alkalommal elmondom, ha szóba kerülhet, hogy rendkívül boldog vagyok, mert ugyanaz az értékrendje, ugyanaz a színvonal, pedig sokkal nehezebb körülmények között tegyük hozzá ma, ugye? Nehezebb? Éppen most felvételiztettek. Miért tegnap. Nehezebb ma? Mert hát megnyírták az énekórákat is, meg annyira teletömték a gyerekeket mindenféle szerintem fölösleges tanulással, amit megkönnyített. Már az éneken belül? Nem, általában az ének csak könnyített. Megvan, ugye? Jó énektanár kezében ez csak könnyít. Mert segíti az olvasást, minden tantárgyat segít, hát ez ki van mutatva. A Kecskeméti Kodály Intézet csinált egy nagy felmérést, és abból fehéren-feketén kiderül, hogy mindenre hatással volt. És ez most különösen kellene, mert annyira eltolódtunk a kütyük világa felé. Én nem vagyok 84 éves korom ellenére se, ellene a digitális korszaknak. Igen, hát látom a Facebook profilját. De azt kell mondjam, hogy valahol nagyon eltolódott oda ez a dolog, és nagy segítség lenne, ha ezt a bizonyos jobboldali féltekét, ahogy mindig elmondják az összes agykutatók, hogy égetően szükség lenne rá, hogy az is kapjon táplálást. A gyerekeknél akkor ez most hiányzik. De akiket én tanítottam, azoknál még nem hiányzott, és azok éppen ezért annyira szép emlékekkel rendelkeztek, annyira megérintette őket az a gyerekkor, amikor ezt úgy napról napra csináltuk, és nem félelemből. Hát például volt egy osztály, amit én Kodály kívánságára végigvittem 8-ig, olyanok, akiknek a fele
úgynevezett botfülű volt. Tehát a ez itt a Hunyadiba vagy Békés? Itt a Hunyadiba? Itt. Hát ezeknek osztályfőnöke is voltam, ezeket 66-ban engedtem ki, és most 5-én lesz velük éppen osztálytalálkozom a Stefániában. Úgyhogy... 66, igen. Szép öt. Ja. Igen. És ezek olyan gyerekkort kaptak ezáltal, kórusban és minden egyebekben. Uh-huh. Hát például rendszeres közreműködői voltunk a Pécsi Blanka néni által szervezett szavaló verseny, vagy szép magyar beszéd, amit korábban a gimnazistáknak alakított, igen. Aztán hát, áttette az általános iskolai részlegre is. Igen. És akkor hogy lehetne segíteni ezen a helyzeten, amit, tehát hogy hát, a fiataloknál ez a zenei neve, tehát mitől lehetne jobb az énekoktatás, vagy a zenei képzés? Először is a tanárképzésünkbe kéne belenyúlni. Kevés nagyon gyenge az olyan elhivatott, szakmailag kiváló, tehát kevés van belőlük. Nem mondom, mert sok nincs, a zenész, ugye? De ezzel a fajta megszállottsággal, és tenni akarással, és az, hogy én nekem az öröm, hogy belépek a tanterembe, és igen, nem gyűjük számolni az óraszámomat. Előbb volt, amikor 40 órába tanítottam, és nem érzem utolagsenyit. Igen. Hát igen, ahogy most úgy a családban emlékszem, hogy a gyerekem is mesél róla, hogy jó élményei nincsenek az énekórákról. Igen. És nagyon sajnálom, mert én is tudom, hogy mit jelent igen, az, aki zeneiskolába jár, kórusba szóval járok, nem, mind a mai napig. Nem szabad az énekórán az adminisztrációnak túltengeni, hanem a gyakorlat legyen benne, több rácsodálkoztatni egy-egy szép dallamra, meg a mi időnkben volt egy ilyen felvetés, és azt is jónak találtam, hogy tantárgy koncentráció. Az azt jelentette, hogy bevonni a képzőművészetet, bevonni az irodalmat az énekórába. Igen. Ez nem lenne rossz. És ez nagyon érdekessé tudta tenni, mert az adott korban kapcsolódó költészetet, képeket vittem az órára, pedig hát nem volt akkor még ilyen csodálatos digitális lehetőségem, hogy na csak bekapcsolom, és na nézzétek, ott van, hanem vittem magammal a lemezjátszótól kezdve az összes ilyen költészeti, meg festészeti. És ma már egyszerűbb is lenne, igen. De sokkal. Na, egy ilyen hosszú életpályát és sikeres életpályát azért nehéz leérni, úgyhogy azt kérdezném utoljára, hogy mire a legbüszkébb? Hát nem is tudom. Arra a szeretetre, ami 84 évesen is áradt felém, szinte azt mondhatom az egész országban, mert mindenüvel kerültek tanítványaim. Innen zuglóiak is kerültek nagyon sokan, meg hát a Csabai Bartók konziból is, Rálik Szilvia opera énekesnő például szintén gyerekem volt, akkor a Kocsi Zoltán féle zenekarból is, vagy is játszik vezető csellista, akkor a Pécsi Pannon zenekarba 5 gyerekem került, akik ha Pesten jár a zenekar, akkor mindig rám csörögnek, hogy Mona néni, tessék jönni a koncertünkre. És ezek is, ezek az uglóiak, hát a Hédinek a kisgyerekei is, akármikor bemegyek az iskolába, csókolom van a néni, és az igen, olyan jó eső, és mert egy család vagyunk. És ha már gyerekeket említ, ugye a család az most már zenei dinasztiává nőri hát ki magát, igen, ugye? Igen, lassanként a Márta lányban keresztül, meg a fiammal Csilla. Igen, világhírű. Mind énekes. A két gyerekem énekel, sőt Márta is, ha tud, akkor alkalmilag egy-egy produkcióba beszáll, mert hát ő is a Radnótiba járt, a Pallós Béla keze alatt, meg a Székely Miklós keze alatt, és ott akkor a kóruskultúra volt mind a két karnagy keze alatt, hogy pasiórőszleteket énekeltek, meg bevonta őket Pallós Béla az építők nagyvegyes karába is időnként egy-egy produkcióra. Ugyanúgy, hogy bennünket bevont Vásárhelyi Zoltán, mert ugye addig mondtam el, hogy 55-ben nyugdíjba ment Kodály. És akkor ő látta, amikor bejelentette, hogy én nagyon meg vagyok döbbenve, ugyanis összesen 5 voltunk népzeneszakosok, de a másik 4 az már másoddiplomás volt. Orsvai Imre, Tóth Margit, aki az egyiptomi koptoknak a népzenéjét gyűjtötte és szervezte egyé tudományosan, akkor Sárosi Bálint, ő él már csak ebből a társaságból, meg én,
és Vikár Laci. Vikár. Uh-huh. Ő negyedéves volt, úgyhogy ők éppen végeztek a másoddiplomával, a Vikár Laci elment aspirantúrára, én maradtam ott harmadévesként, hát most akkor mi lesz velem? Akkor, igen, a legutolsó kérdés, hogy családi nevelés és dinasztia. 8 unoka, hogy tudja összeegyeztetni az unokákat, meg a zenét? Lesz zenész unoka? Zenész unoka nem lesz, mert nem vagyok híve annak, hogy az ember, hogy mondjam, tereljen valamiféle gyerek akarat ellenére, de zenéltek többen is. A Márta nagyobbik fia, idősebbik fia az csellózott 8 évig, uh-huh. De azt mondtam, hogy amelyik kutyát úgy kell a bottal a nyúl után hajtani, azt azért uh-huh. hagyjuk békén. Uh-huh. Szóval nem volt az, aki magától leült csellózni. A másik, aki most nősül, hozzáteszem, hogy Opa. Júniusban esküvő lesz nálunk, 24 évesen egy nagyon helyes kis kárpátaljai leánykát veszel, ő meg bőgözött 5 évig. Tehát akkor a hagyományok megmaradnak, igen. Csak... A Zoli fiamnak egy gyerek, hobbi. Az pedig vadászkürtön játszott, olyan tehetséges volt, hogy azt mondta a tanárnője, aki egyébként az én volt kollégámnak, a Tari Laci bácsinak a lánya, mint kürttanár tanította, és azt mondta, hogy akár az Operaház első kürtöse is lehetne belőle. Csak aztán az sem volt elég szorgalmas. Na most ennek nincs értelme, ennek ugye a szülő áll mellett. Nem, igen, nem. Amely gyerek nem, az az első, hogy hazajövök kell. És rohanok a hangszerem, ez A zenét szeretni kell. Mona néni, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a stúdióba. Köszönjük az interjút. Szeretettel, szívesen. Zuglónak mindenkor. Legyen állok így máskor is. Rendben. Köszönjük szépen.